Helyünket elfoglalva fogadjuk szeretettel a Jókai Mór Református Általános Iskola második B osztályának szolgálatát, akik a hatodik parancsolatról fognak bizonyságot tenni közöttünk. Molnárné Forgon Judit és Batáriné Cserepes Csilla készítették fel őket az osztályfőnökökként. Isten felhívta Mózest egy hegy tetejére, és rábízta a 10 legfontosabb törvényt. Meg akarom tanítani a népemet, hogyan tud boldogan békességben élni. A 6. parancsolatban az kívánja, ne ölj. Minden élőlény Isten teremtménye, ezért ő hozzá tartozik. Nekünk nincs jogunk elvenni egyetlen élőlény életét sem, sőt, feladatunk óvni a környezetünket. Ez a parancsolat egyben arra hív minket, hogy védjük az életet. Isten szemében minden élet egyformán értékes. Nem csak gyilkossággal lehet rombolni az életet, hanem bántó szavakkal, haraggal, ütéssel is. Káin nem tisztelte az életet, engedett a haragnak, és megölte testvérét. Története arról beszél nekünk, hogy mennyire fontos felismerni a szívünkben lévő rossz indulatot, amiből bántás lenne. Az új szövetségben Jézus beszél arról, hogy nem is csak a testet, de a lelket is meg lehet ölni. A gyilkosság gyökere kezdete a harag, a harag gyűlöletté fokozódhat. Amiből hozzá száll szavam, Krisztus kegyelmez. Ha bajban lelkem társtalan, Krisztus kegyelmez. Segíts, segíts, ne hagyd, nézd rám, törömünk már, te adj, erőt, erőt, Krisztus kegyelmez. Jézus nem arról beszél, hogy nem szabad haragudni, hanem arról tanít, hogy a megbocsátás mennyire fontos. A harag megőrzése helyett arra hív, hogy szeretettel és megbocsátással forduljunk egymáshoz. Véded az életet segítségnyújtással, szeretettel, megbocsátással. Akkor is az életet véded, ha óvod a környezetet. Judit és Csilla nénivel Istennek tetsző életvédelmi akciótervet dolgoztunk ki. Lássuk ki, hogyan szépíti a mindennapokat. Szépen tisztelettudóan beszélek. Védem az állatokat és gondoskodom róluk. Vasárnap elmegyek a templomba, figyelmesen hallgatom az ige hirdetést. Imádkozom beteg, idős rokonaimért. Szót fogadok szüleimnek. Ha a társam hiány szenved valamiben, kisegítem. Kiránduláskor védem a természetet, nem szemetelek. A tanító nénik jóra intő szavait megfogadom. Nem bosszantom szüleimet. Segítek a házi munkában. Beteg osztálytársamnak elküldöm a leckét.
Megvigasztalom a szomorkodókat. Felhívom telefonon a nagyszüleimet. Odafigyelek szomszédaimra. Óvom magam és társaim egészségét. Nem hagyom, hogy bármelyik osztálytársamat kirekesszék a játékból. A leckémet mindig becsületesen megírom. Reggel ügyesen kipattanok az ágyból, nem húzom az időt. Nem feleselek a szüleimmel. Rendet rakok magam után. Nem turkálom az ételt. Elég egyszer szólni, és már tudom a dolgom. Nem csúfolódok, nem pletykálok. Nem követelőzöm. Szeretteim ügyét imádsággal hordozom. Tudod-e, mit jelent önzetlen szeretni? Mindenkinek adni, sohasem elvenni. Szeretetet szórni az egész világra, a szíved mélyére a viszonzás nem várva. Ápolni a lelkét a rászorulónak, bíztatni, hogy szép lesz, ha eljön a holnap. Szeretet vizével öntözni a lelket, érezze az ízét meg, akit szeretnek. Ahogy átmelegszik szívettől a szíve, ő is továbbadja, tovább közvetítve. És ne hidd azt, hogy elfogy, forrása végtelen, ha kell, végig kísér az egész életem. Köszönjük szépen a második B-osztálynak a szolgálatát. Mivel szülőként én is érintett vagyok az osztály életében, így tudom, hogy nehéz időszakon vannak túl. Volt olyan tanítási nap, amikor közel 20-an hiányoztak különböző betegségek és okok miatt, illetve a tanítónők családjában komoly orvosi beavatkozások voltak az elmúlt héten. Így legyen mindannyiótok számára Isten életet támogató, életet adó és életet megőrző szeretete egy biztató üzenet mostanra és a későbbiekre is. Isten áldása legyen az osztály és a szülőknek az életén is. Folytatjuk Isten tiszteletünket, Isten igéjére figyelünk, előtte pedig a 264. dicséretet énekeljük, 264. énekünkkel készüljünk az ige hirdetés meghallgatására.